Sziasztok! Most nagyon el vagyok maradva a videózással és a vágással is, mert kórházban is voltam, illetve pihennem is kellett, úgyhogy most egy kicsit régebbi videót fogtok látni még a kórház előtti időszakról. Az eper nagyon el volt gazosodva, úgyhogy nekiálltunk szépen kigazolni. Természetesen én sokkal lassabban haladtam, mint Ádám. Ebben a videóban láthatjátok a gazolást, illetve amiket elvezettünk, azoknak a cseperedését, meg ahogy kitavaszodik, és ahogy minden fejlődik és változik. Sajnos itt a videók nagyon elmaradtak, mert mindig történt valami, mindig volt valami, ami közbejött, és nem volt időm megvágni ezeket a videókat. Azt összecsapódnak a fák. Hát amúgy elég veszélyesen magasok. Ez kiborul, azt mondod, gyabó idáig. Persze, ez a pék vonalára borulna. Nagyon magas. Jóval gyorsabban halad. Olyan vagyok, mint egy csiga. Aki követ minket Instagramon, az már láthatta, hogy mik történtek az elmúlt egy hónapban, úgyhogy szerintem ezért érdemes követni, hogyha kíváncsiak vagytok, hogy éppen mi történik akkor, amikor nincs videó, vagy nem tudok videót készíteni, vagy nem töltök fel újat. Illetve, hogyha tetszenek a videóink, akkor itt is iratkozzatok fel. Minden feliratkozást, minden kommentet és minden lájkot nagyon szépen köszönünk, és nagyon hálásak vagyunk nektek. Igyekszünk mindent megörökíteni, nagyon sok videóanyag van, ami jelenleg megvágásra vár, úgyhogy hamarosan érkeznek a további részek. De még nem is kezd el így virágozni, vagy így bimbózni. Tessék? De, már láttam, ahol hirdetik a palántákat, hogy már virágoznak. Tavaly szerintem valamikor áprilisban kezdett. Szerintem gondolhatjátok, hogy ez nem sokáig maradt így, mert azóta sok hét eltelt, és ugyanúgy néz ki, mint ahonnan indultunk. Nagyon durva, hogy mennyit változott azóta az egész környezet körülöttünk. Itt még szinte tél volt, aztán hirtelen meg tavasz lett. Imádom a természetet, egyszerűen csodálatos, ahogyan változik. A méhek is szorgosan dolgoznak, viszont itt volt fagy is, úgyhogy nagyon remélem, hogy a barackfa az nem fagyott el akkor. Hamarosan ez is ki fog derülni. A kertben szinte semmi nem látszott, csak igazából a rengeteg fűcsomó és gaz. A mai napon már nagyon nem így néz ki. Átültettem a nőnapra kapott virágaimat is, mert nagyon kicsi volt egyeseknek a hely, meg valamelyiket ki is kellett ültetni, úgyhogy valamelyik kint van, valamelyik bent van, de legalább nagyobb helyen, és sokkal nagyobb a helyük, és sokkal szebbek lettek. Az eldugatott hagymák, azok már eléggé elkezdtek megnőni, de most már azok is sokkal nagyobbak, mint jelenleg. Itt már a retek is kibújt a föld alól. Mire hazajöhettem a kórházból, addigra a tulipánok is elkezdtek kinyílni, és teljesen tavasz lett, és teljesen elképedtem, hogy hogy lett hirtelen tavasz. Annyira csodálatos volt, pedig csak 3 napot töltöttem a kórházban, és a 3 nap alatt teljesen kitavaszodott, és elkezdett minden zöldbe és virágba borulni. Egyszerűen imádom ezt a látványt, imádom ezt az egész érzést, ami itt van. És már megint mekkorát nőttek a dukhagymák, pedig nem sok nap telt el azóta. És igen, a gazak is elég sokat nőttek, úgyhogy folyamatosan gazolni kell. A retkek sem álltak meg a növésben, se a borsó. Hát a borsó az elképesztően sokat nőtt. A gyümölcsfák nagyjából 2 héttel az ültetésük után így néztek ki. Mivel most már nem csinálhatok semmit, na, ha nem látta volna valaki a posztot, akkor azért gyorsan elmondom, hogy voltam kórházban, benn feküdtem 3 napot, és
kaptam tüdőérlelőt, vagyis hát igazából a babánk, a kisfiunk kapott tüdőérlelőt, és ilyen visszatartás is volt. Úgyhogy most igazából semmit nem csinálok, csak fekszek szinte egész nap. Nyilván levegőzni kijövök, meg szoktam egy picit sétálgatni, de amúgy semmit nem csinálok már, úgyhogy most minden Ádámra maradt, de most leellenőriztem a fákat, megnéztem, hogy hogy állnak. Egyébként fogalmam sincs, hogy most ugye elkezdtek már virágozni, meg tele vannak már ilyen levelekkel, jönnek a levelek, hogy ez azt jelenti, hogy megmaradnak-e. Nem tudom, nem értek hozzá, de a lényeg az, hogy most egyelőre jól vannak a fák. Meg láttam egyébként, hogy kaptunk ilyen elég érdekes kommentet is, ilyen, inkább ilyen kioktató jellegű, mint sem segítség. És nem értem, hogy miért, mert az lett írva, hogy, hogy inkább csináljuk meg normálisan, mint hogy kapkodjunk, de hát pont elmondtam a videóban az előzőben, amikor ültettük a fákat, hogy fogalmunk sincs, hogy hogy kell ültetni, és más videókból néztük, meg ilyen blog bejegyzésekből néztük, és olvastuk, és értelmeztük, hogy hogyan kell ültetni. Szóval nem azért nem csináltuk meg, akkor normálisan, akkor valószínűleg nem csináltuk meg jól, mert hogy kapkodtunk, meg hogy nem érdekelt minket, hanem azért, mert nem tudtuk, hogy hogyan kell csinálni. De hát most mindegy, ez van, most megnézzük, hogy megmaradnak-e, hogyha megmaradnak, akkor nagyon jó, hanem akkor összeveszünk újakat, és azokat másképp fogjuk csinálni, illetve ugye még ősszel egyébként is kell vennünk, mert sokat nem tudtunk, úgyhogy még amúgy is fogunk ültetni fákat ősszel. Amúgy nagyon durva, mert amikor bementem a kórházba, akkor még minden teljesen így kopasz volt. Mikor hazajöttem a kórházból, 3 nap alatt basszus rendesen kizöldült minden, és kivirágzott, és minden zöld és virágba borult, és arra jöttem haza, hogy tavasz van. Videók így, ebben a formában, hogy én már nem csinálhatok semmit, és bármikor jöhet a kisfiunk, mert tényleg bármikor jöhet. Így nem nagyon lesznek szerintem, mert ugye én nem is tudok semmit csinálni, mindent Ádám csinál, én nem is tudok ott lenni, nem is tudok mindig videózni, meg úgy ő nem is annyira szeret szerepelni, ezért nem szeretném így az arcában mindenből beletolni a kamerát, úgyhogy én nem csinálok semmit igazából. Viszont ugyanúgy csinálva minden és haladva lesz, nem tudom, hogy mikor fogunk így konkrétan visszatérni ilyen videókkal, mert most egyszerűen nem tudok. És nem is szeretnék, mert a legfontosabb a kisfiunk, hogy minden rendben legyen vele, úgyhogy így nem dolgozok itthon sem, mert nem csinálhatom, igazából így engedtek ki a kórházból, hogy ágynyugalom. Így nagyon nem tudom, hogy mikor lesz videó, egyáltalán nem tudjuk, mi az, amit meg tudok mutatni, mi az, amit nem. Nyilván amúgy sok minden történik, ahogy így alakul át minden. Most egyébként, amíg a kórház voltam, a konyha is újra lett festve, most a folyosó is újra lesz festve. Szóval így minden így halad, de egyszerűen nem tudok róla tartalmakat készíteni, vagy nincs energiám, erőm, vagy nem vagyok itt. Köszönjük, hogy megnéztétek ezt a videót is, ha tetszett a videó, nyomjatok rá egy lájkot, ne felejtsetek el feliratkozni, és amint tudunk, jövünk a következő videóval. Sziasztok!